Szili Tamás vagyok, a Plastic Product ügyvezetője. Cégünk földcsüzemi berendezések kereskedelmével foglalkozik. Mindegyik gépet ellenőrizzük, javítjuk és termelésre felkészített állapotban adjuk át. Most örömmel mutatok be egy elkészült gépet, egy Krauss Maffei 110x340 MC3F-es vezérléssel, tehát 110 tonna záróerővel rendelkezik, és egyébként 40-es csiga van benne. Ezt a gépet is tisztítottuk, ellenőriztük, javítottuk, és most egy próba szerszámmal végzünk gyártást. Ez a szerszám, ez egy elég kényes terméket gyárt, egy vékony falú dobozt. Ezen a kis beömlőn keresztül kell kifröccsönteni a terméket. Nagy nyomások kellenek, ennek ellenére, hogyha túl van nyomva a termék, akkor beszakad a szerszámba. Ha nincs megnyomva eléggé, akkor nem fog ki a darab, hiányos lesz. Tehát ez egy igen kényes dolog, ezt csak jó géppel tudjuk gyártani. Azért tettük fel ezt a szerszámot most teszthez, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy ez egy jó állapotban lévő gép. Ennek a gépnek van egy különlegessége, majd a túloldalon látni fogjuk, hogy három maghúzó van a mozgó oldalon, és egy maghúzó van az álló oldalon is, tehát összesen négy kör maghúzója van. Ehhez a gyár szoftvermódosítást csinált, és meg is van ahhoz a szoftvermódosítási lemez. Gép végében elektromos csatlakozási lehetőségek, 8 ágú felújított rotaméter, oldalon a maghúzó, és ott van a mozgó oldalon. Pár maghúzó. No, hát a gép 50.707 üzemórát mutat jelenleg, tehát halljuk, hogy gyönyörűen működik, egyébként pontosan szépen jár. Nézzünk bele a szekrényébe is. Itt is rend van. A gép akkumulátoros, és rengeteg csatlakozóval ellátott. Nézzük meg a gépszámot. A 996-os gépről beszélünk. De lévén, hogy Krauss Maffei, ez egyáltalán nem sok. És látjuk, hogy gyönyörűen csendesen működik.
kényes darabot is gyönyörűen gyár. Mindegyik gépen egy ellenőrzést végzünk, ezt mondtam. Ezek az ellenőrzések, ezek követhetők. Az érdeklődők is megnézhetik, hogy miket csináltunk a gépen. A gépet üzemközben meg lehet tekinteni, ki lehet próbálni. Úgyhogy minden érdeklődőnknek meg tudunk válaszolni a kérdéseire. Örömmel tesszük, hiszen ez a gép is sok munka után szépen összeállt, termelésre kész, úgyhogy nyugodtan ajánlom a vevőimnek.